és a útnak is indulhatunk. Kérem szépen, a Juma Traktátus 17-es lapját fogjuk ma reggel tanulmányozni, és egy gyors kis felelevenítése a tegnap tanultaknak. Emlékeztek, tulajdonképpen már tegnap előtt elkezdtük ezt a témát. Jelesül, hogy a szentély falának északi részén volt egy csarnok, Vész Hamoiked, a tűzcsarnok, aminek a négy sarkában négy kis kamra volt, és arról volt szó, hogy két helyen is említés van erről a tűzcsarnokról, a négy kamrával. Az egyik a Tamit traktátusban, a másik a Midot traktátusban, és látszólag ellentmondásos a négy kis kamra elhelyezkedése a tűzcsarnokban. Másképp van leírva, másképp van feljegyezve az elhelyezkedésük a Tamit traktátusban, és másképp a Midot traktátusban. Ugye a Tamit traktátus azt mondja, hogy elsősorban ott a Tamit traktátus a Tamid áldozatról beszél ebben a részben, ugye az állandó reggel és délután hozott bárány áldozatról, és azt mondja a Tamit traktátus, hogy a pap, amelyik kiosztotta a feladatokat a többi pap között, azt mondta, na akkor hozzatok egy bárányt a bárány kamrából. És megjegyzi a misna, hogy hol volt a bárány kamra, be Cvojnismárovisz, az észak-nyugati csücskében a tűzcsarnoknak. Tehát a négy kamra a tűzcsarnok elhelyezkedésében úgy helyezkedett el, hogy a észak-keleti csücskében, bocsánat, az észak-nyugati csücskében volt a báránykamra, ahol az a hat makulátlan bárány volt, amelyet bármikor fel lehetett használni az áldozásra. Ezt mondja tehát a Tamit traktátus. A Midot traktátus viszont, és utána elkezdi sorolni a Tamit traktátus a négy kamrát, azt nem mondja, hogy ezek hol helyezkednek el, de felsorolja őket a következő sorrend szerint. Azt mondja, hogy volt tehát az észak-nyugati csücsökben a bárány kamra, és utána folytatja, és azt mondja, a következő kamra volt a nyugták kamrája, mert többször megbeszéltünk, hogy ugye itt tarták ki a nyugtát, a pénzért, amit az ember befizetett, hogyha amikor az áldozata mellé valamilyen köretet akart venni. A következő volt a tűzkamra, ez volt az a kamra, ahol égett a tűz középen, és ahol lementek a mikvébe, és utána ott a tűz mellett meg tudtak melegedni. És negyedikként említi a Lechem Aponim, a színkenyér sütőjének a kamráját. Itt sütötték a színkenyereket. Ez tehát a Tamit traktátus. De ami a leglényegesebb, hogy itt a bárány kamra az az észak-nyugati csücsökként van definiálva, hogy az észak-nyugati csücskében helyezkedett el a tűz csarnoknak. Ez a Tamit traktátus. A Midot traktátus viszont azt mondja, hogy az bárány kamra az a dél-nyugati csücskében helyezkedett el a tűzcsarnoknak. A Lechem Aponim, azaz a színkenyér, az a dél-keleti csücskében, és a másik kettő, tehát a nyugták és a tűzkamrák, azok pedig az északi részén helyezkedtek el. Ugye ennek azért is volt jelentősége, mert a Midot traktátus arról is beszélt, hogy a déli fele és az északi fele a tűzcsarnoknak azért volt merőben más, mert az északi félteke már kilógott a szentély alapterületéből, és azért nem számított olyan szintű szentségűnek. A déli része viszont belelógott a szentély területébe, és ezért az szentnek számított. De mindesetre akkor a szembeötlő ellentmondás, hogy míg a Tamit traktátus azt mondja, hogy az észak-nyugati csücskében volt a tűzkamrának a bárány
báránykamra, vagy a tűzcsarnoknak a báránykamra, addig a Midó traktátus azt mondja, hogy ha dél-nyugati csücskében volt a tűzcsarnoknak a báránykamra. Oké. Ugye, mivel magyaráztuk ezt tegnap? Azzal, hogy itt két vélemény van, és valóban eltér a vélemény azzal kapcsolatban, hogy hol helyezkedett ez el. Most a következő részben megpróbáljuk úgy feloldani ezt a problémát, hogy, hogy nem két véleményre, hanem különböző eltérő megfogalmazásokra, vagy különböző eltérő megfogalmazásokkal magyarázzuk, és nem pedig két ellentmondó véleménnyel. Nos, hát akkor nézzük, hogy hogyan is lehet ezt magyarázni. Azt mondja a Talmud, Rav Arda Berei, Rav Yitzchak Amar, Háj Liska, Ak Cuyen Meg Caja, Uda Oszimi Cofain, Miszházelébe Darim. Uda Oszimi Darim, Miszházelébe Cofain. Azt mondja ugye a Rav Arda, hogy ja, a kézenfekvő ellentmondás a két szövegben az az, hogy a báránykamra az északon vagy délen volt. Ugye azt mindenki egyetett, hogy a nyugati féltekben volt. Északon volt, vagy délen volt. Azt mondja erre, hogy a báránykamra az nem pont a sarokban volt, hanem valahol középen, észak és dél között, és ezért az, aki délről jött, annak úgy tűnt, mintha az északon lenne, az, aki északról jött, annak úgy tűnt, mintha az délen lenne. Mutatok egy rajzot, ami az a csalóka, hogy meg van fordítva, és dél van lent, és egy szokatlan, és dél van lent, és észak van fent. Ha megnézitek, akkor lehet látni, hogy ha ez dél, ez észak, kicsit szokatlan, de a lényeg az, hogy itt van a négy, kicsit még lejjebb hozzuk, itt van a négy kamra, ebből a négyből három az valóban pontosan a sarokban van, viszont ez liskaszat laim, a báránykamra, az nem pont a sarokban van, hanem dél és észak között. Az, aki északról jön, annak úgy tűnik, mintha az délen lenne, aki délről jön, annak úgy tűnik, mintha az északon lenne. És ezzel megvan a feloldás ennek a problémának. Jelesül, hogy arról van szó, hogy ez csak megközelítés kérdése. Valójában nincs ellentmondás a Talmid és a Midot traktátusok között ebben a kérdésben. Misztábra, de már ravisz, drajmisz, havje. És hogyha most ezen az úton megyünk tovább, és azt akarjuk megnézni, hogy akkor egész pontosan mégis inkább melyik irányba volt elhúzva. Az északi irányba, vagy a déli irányba, akkor kénytelenek leszünk azt mondani, hogy azért összességében mégis inkább a déli irányba tartozott, és, vagy a déli féltekére esett a tűzcsarnoknak a báránykamra, és nem pedig az északiba. Hogy miért, azt mindjárt látni fogjuk. De előtte csak látom, hogy Tamás kérdezi, hogy hol legelésztek ezek a bárányok. Attól tartok, hogy nagyon sokat nem legelésztehettek, talán egy-két napot lehettek ebben a kamrában, ugyanis áldozatokat hoztak belőlük, tehát ez csak egy átmeneti hely volt, nem egy istáló. De nyilvánvalóan vittek oda nekik valamit abban a célból, hogy ne maradjanak éhesek addig sem, amíg feláldozzák őket. Tehát akkor, ha megnézzük a négy kamrát, akkor mennyország van már. Okay, megnézzük a négy kamrát, akkor látjátok, hogy ugye, még egyszer mondom, most felfelé van dél, és lefelé van észak. Ez különben azért van így jelölve, mert az északi rész esik kívül, nagyjából itt van a határvonala a szentélynek, és innen jövök be, ha ugye általában kívülről jövök befelé. De minden esetre, tehát ez észak, ez dél. Hova esik a liskaszatlaim, hova esik a báránykamra? Mégiscsak a déli részére esik inkább, és nem fordítva van. Miért? Mert ahogy majd mindjárt látni fogjuk, le tudjuk ezt vezetni a következő magyarázatból. Na nézzük. Szóval, Stavrad Zdrajmis Havia mi máj, midera minen lechem a pani, me lechem a pani, umasinan, umasninan, amara fundabreid ravisúan, márka hasiv derechem min, márka hasiv derechszmaj. Ugye van még egy kamra, ami látszólag, nem is ennyire egyértelműen, de ellentmondásba kerül a két helyen, és ez pedig a lechem a ponim, a színkenyérnek a
A kamrája. A színkenyér kamrája az a Midot traktátusban egyértelműen ki van fejtve, hogy az is a déli féltekére esett a déli féltekére esett a tűzcsarnoknak. Ugye, mert ott úgy mondja a Midot traktátusban, hogy a déli féltekén volt a báránykamra és a lechem aponim, a színkenyérkamra, és az északi féltekén volt a nyugta kamra és a tűzkamra. Tehát ott egyértelmű, hogy a déli féltekére esik a lechem aponim, a színkenyérkamrája. Viszont a Tamid traktátusban, ahol ezt nem mondja, hogy melyik féltekére esik, csak annyit mond, hogy a hova esett a tlaim, a báránykamra, és elkezdi sorolni sorrendben a kamrákat, ott utolsóként sorolja a színkenyere. Tehát azt mondja, hogy a báránykamra, a nyugtakamra, a tűzkamra és a színkenyérkamra. És erre milyen választ ad erre? És ebből úgy tűnik, mintha az a túlsó végén lenne a szentélynek, tehát az északi részén. És mit mond erre a Talmud? Azt mondja, hogy attól függ, hogy milyen irányba megyünk. De valójában mind a két helyen ugyanaz az elhelyezkedése a kamráknak. Még egyszer, itt van, felfelé van dél, lefelé van észak. Most, hogyha jobbról balra megyek, az óra irányába, és ezt csinálja ugye a Tamid traktátus, akkor itt van a báránykamra, azt mondom először, tehát ugye a délnyugati ponton, egyen lejjebb van az észak-nyugati ponton van a nyugtakamra, az észak-keleti ponton van a tűzkamra, és utána a dél-keleti ponton van a színkenyérkamra. Ha pedig a másik irányba megyek el, és ezt csinálja a Midot traktátus, akkor először mondja a délnyugati pontot, ahol van a Liskasza Tlaim, a báránykamra, utána mondja a Lechem aponimot, a színkenyérkamrát, ami a dél keleti pontján van, és utána mondja a másik kettőt. És akkor ez feloldja a problémát, mert ugye az egyiknél jobbról balra, a másikról pedig balról jobbra sorolja a kamrákat. De mindez csak akkor igaz, hogyha megállapodunk abban, hogy a Liskasza Tlaim, a báránykamra, az ugyan valahol kicsit észak és dél között volt, de mégis inkább a déli féltekre esett, mint az északira. Mert akkor ilyen Márta Bislém, vagy már Ravisz Draimis hávja, ha azt mondjuk, hogy a báránykamra az azért inkább a délnyugati féltekére esett a szentélynek, akkor ez egy jó magyarázat, mert el tudjuk magyarázni az ellentmondást a Tamid és a Midot traktátus között azzal, hogy a másik irány, az egyik irányba, vagy a másik irányba, az órajárásának az irányába, vagy az órával ellentétes irányban vannak sorolva a kamrák. Ha viszont el a ilyen Márta Cfoindis Maraviszávja, szöv-szöv, Májter utca lehet a panin. Ha viszont azt mondanánk, hogy észak-kelet, vagy észak és nyugat között van a báránykamra, de inkább az északi féltekén, és nem a déli féltekén, ahogy az előbb mondtuk, akkor nem jön neki a sorrendiség, független attól, hogy melyik irányba soroljuk a kamrákat, jobbról balra, vagy balról jobbra. Mindebből mit látunk, mi a végeredmény, Smájmina, hogy valóban ez volt az elrendezés. Tehát délnyugaton, egy kicsit észak felé eltolva volt a Liskasza Tlaim, volt a báránykamra, délkeleten volt a színkenyérkamra, és aztán északon volt a nyugtakamra, és az északi félteken volt a nyugtakamra, és a mikve, vagy a tűzkamra, ahol alá merültek, és utána megmelegedtek. Oké. Akkor ezzel nagyon szépen el tudtuk úgy magyarázni az ellentmondást a két forráshely között, a Midot és a Tamid traktátus között, hogy annak függvényében, hogy melyik irányba megyünk, jobbról balra, vagy balról jobbra, ennek a függvénye, hogy a sorolásban hol helyezkednek el a kamrák. Ugye ebben az időben még nem
Érdekes módon alaprajzok ugye nem maradtak fönn. Feltétlenül azért, nem azért, mert nem voltak, hanem azért, mert ugye ez mind a szóbeli tan része volt a misna, amit nem akartak leírni, hanem csak szóban továbbadni. Most szóban elmondani egy épületnek a elhelyezkedését, az lényegesen nehezebb, mint egy rajzon megmutatni. Oké, okay. Ez mind nagyon szép, nagyon jó, csak van egy szemléletbeli problematika. Hamar már, kolpino sepepeine le jel derechi aminu le mizrach. Van egy alapszabály, amit már egyszer említettünk, hogy a szentélyben bármikor, ha fordulnod kell, ha valamilyen irányba el kell menned, akkor mindig balról jobbra menjél. Jobb oldal felé menjél, és úgy menjél körbe. Tehát magyarul a óra járásával ellentétes irányba kell menni. Itt jegyzem meg, hogy például manapság is a zsinagógákban, amikor például a tórát fölvisszük a tóraolvasó emelvényre, akkor ugye az órával ellentétes irányban visszük föl, és aztán hozzuk vissza, és tesszük vissza a tóraszekrénybe. Ez is innen származik. Ugyanígy, amikor a kohénok fölmentek az oltárra, vagy az oltárt körbejárták, hogy ott fölhintsék az áldozati vért, vagy hasonlót az oltára, akkor mindig jobbról balra mentek. Vagy tehát, balról jobbra mentek, és az órának a járásával ellentétes irányba haladtak. Most, hogyha ez így van, akkor mi az oka annak, hogy bár a Midot traktátus így sorolja a kamrákat, hogy balról jobbra megy, a Tamid traktátus jobbról balra megy, ami nem felel meg ennek az alapelvnek. Azt mondja, a Talmud nagyon egyszerű, Háni Mili, Bávaida, Ával Haha, Húsban, Ával Álmahu. Azt mondja, a Talmud, ez az alapszabály, hogy mindig balról jobbra kell menni, az csak a Vajda, a szolgálat, a szentébeli szolgálatra igaz, de amikor csak egy feljegyzés van, egy számítás van, egy leírás van, akkor nem feltétlenül kell ezt a szabályt követni, és ezért lehetséges, hogy a Tamid traktátus jobbról balra megy, és nem balról jobbra megy. Oké, drága barátaim, ezzel befejeztük a négy kamra elhelyezkedésének a kérdését, és most rátérünk a misnának a következő tézisére, ami ugye az volt, hogy abban a hét napban, amikor a kohént elkülönítik, felkészülendő a Jom Kippuri szolgálatra, akkor ebben a hét napban a kohén végzi a áldozati feladatokat azért, hogy hozzászokjon és begyakorolja az összes áldozati szolgálatot, hiszen Jom Kippurkor majd neki kell egyedül mindent végezni. És ennek kapcsán azt mondta a misna, kohén gadol makrif chelekbero is, noitel chelekbero is. Azt mondta a misna, hogy a főpap amúgy is, az év közben is, nöjtél helekbera is, de makrif helekbera is. Mert azt jelenti, hogy a főpap amúgy is bármikor az év során első helyen van az áldozásban, és első helyen van az áldozati hús fogyasztásában. És ezt fogjuk egy kicsit jobban kifejteni. Tanulra bannon kétszed makrif helekbe rő is, öjmer öjlezajni makrif, minhozani makrif, kétszed nőtél helekbe rő is, öjmer hatói zani öjjel, asom zani öjjel. Mit jelent az, hogy első az áldozásban? Hogyha oda megy bármikor az év során a szentélyhez, a szentélyben éppen áldoznak, akkor bárhova oda mehet, és azt mondhatja, ezt az oláldozatot én hozom, vagy ezt a mincha áldozatot én hozom. Hogyha enni akar, ugye nem minden az oláldozatból például nem szoktak enni, ha enni akar, akkor azt mondja, hátuz zanyai hel, asom zanyai hel, akkor oda mehet, és azt mondhatja, ezt ebből a bűnáldozatból én fogok enni, vagy ebből az asam áldozatból én fogok enni. Ha pedig például nem húsról van szó, hanem kenyérről van szó, mistei halóiz, például a két kenyér áldozata, amit Sávolt ünnepén hoztak, akkor ugyancsak oda mehet, és megehet belőle, megeheti a felét, nöjtél háló, mistél hálóisz, vagy árbai hamés, májszelechem a panim, vagy akár 4-5 kenyeret is megehet. A színkenyerekből, ugye a 12 színkenyerből, amit minden héten hoztak, rebjai, mert leöjlöm, hamés, rebi pedig azt mondja, hogy a színkenyerekből mind ehet 5-öt, nem csak 4-et vagy 5-öt, hanem 5-öt ehet, sem nem már, ha hajszol áronyú, vanov, mechcel áronyú, mechcel vanov. Honnan veszi ezt rebi?
Mert Rebbi azt mondja, hogy amikor a Tóra arról beszél, hogy a színkenyér kié legyen, ki egye meg, akkor azt mondja, legyen Ároné, azaz a főpapé, és a fiaié. Vagyis a főpap és az egyszerű papok között egyenlően kell elosztani a színkenyeret. És itt ugye fölmerül a probléma, hogy a színkenyérből 12 volt, annak a fele az 6 és nem 5. Miért mondja Rebbi akkor mégis azt, hogy 5-öt vehet el, hiszen a felét veheti el. Erről majd mindjárt fogunk beszélni később. Most azonban nézzük meg akkor, hogy mit mondott a Misna. A Misna először általánosan beszélt az áldozati húsról, aztán rátért a kenyerekre, és azt mondta, a két kenyérből, amit Sabbatkor hoznak, elvehet egyet, a színkenyerekből elvehet 4-et vagy 5-öt, Rebbi azt mondja, hogy elvehet 5-öt. Miért? Mert Rebbi szerint mindig a felét veheti el. Akkor itt nem teljesen koherens a Misna. Miért? Mert a Misna elején, amikor a két kenyérről volt szó, akkor úgy látszik, hogy Rebbi véleményét követte, hiszen ott is azt mondta, hogy egyet elvehet a kettőből. Aztán, amikor rátért a színkenyerekre, akkor azt mondta, hogy 4-et vagy 5-öt. Most, hogy a 4-et vagy 5-öt, az nem a fele, hiszen a 4 az mindenképp kevesebb, mint a fele. Majd aztán azt mondta, hogy Rebbi azt mondja, hogy elveheti akár a felét is. Akkor a Misna elején a Rebbi véleményét követi, hogy a felét veheti el, a Misna közepén nem Rebbi véleményét követi, és aztán a Misna végén megint Rebbi véleményét követi, amikor azt mondja, hogy a színkenyerekből is elveheti a felét. Hogyan lehet ezt feloldani? Azt mondja, a Talmud nagyon egyszerű a feloldása ennek, amara bájerésem, hogy sziaszra banon, mőidire banon, beprusza, de láv ulha áron le miszfale kajengadon. Valójában a Misna eleje, tehát amikor a két kenyérről van szó, és aztán a színkenyérről van szó, amikor a két kenyérről azt mondja, hogy egyet elvett a kettőből, vagy amikor a színkenyérről van szó, és azt mondja, hogy elvett 4-et vagy 5-öt, ez mind a bölcsek véleménye, nem Rebbi véleménye. Miért mondják azt mégis, hogy a két kenyérből elvehet egyet, ami a fele, ami aztán Rebbi véleményét tükrözi? Azért, mert bár általában azt mondják, hogy nem veheti el a felét, nem úgy, mint Rebbi, aki azt mondja, hogy elveheti a felét, nem veheti el a felét, de ha csak két kenyérdarabról van szó, akkor nyilván nem kell levágni egy részt a kenyérből, akkor elveheti a felét, elvehet egyet a kettőből. Amikor viszont sok kenyérről van szó, így a színkenyérről, akkor nem a felét veszi el, hanem valamivel kevesebbet, mint a felét. Drága barátaim, igen rövid volt a mai DAF, úgyhogy idáig is tartott a mai tanulás. Holnap reggel, ha minden jól megy, ugyanebben az időpontban ugyanígy fogunk találkozni, ha mégis valami változás lenne, akkor arról természetesen ki fogok küldeni egy figyelmeztetést. Addig is kívánok mindenkinek egy napsütéses, sikerekben gazdag, kellemes és egészségben gazdag napot. Innen Eretz Yisroelból, Izraelből minden jót a viszontlátásra, viszonthallásra.